A Tejit Ellenőrző Bizottsága utolsó alkalommal tartott ellenőrzést idén, ezúttal a paksi kiégett kazetták átmeneti tárolójának legújabb bővítési munkálatait tekintették meg. Fantasztikus, hogy milyen biztonsággal, milyen technológiával találkoztunk itt a vállalkozók részéről, és én bízom abban, hogy időbe be is tudják ezt a munkát fejezni, amit ütemszerűen fölvállaltak itt a beszállító cégek. A KKT folyamatosan bővíthető, felszíni száraz tárolójába az atomerőmű elhasznált fűtőelemei kerülnek, idéglenesen minimum 50 évre. A modulokban az üzemanyagkazetták egyenként hermetikusan lezárt, függőleges tárolócsövekben helyezkednek el, másfél méter vastag, vasbeton falakkal körülvett kamrákban. A kivitelezés jelenleg a szerződéses ütemterv szerint halad, a projekt várhatóan 2024. május végi határidőre elkészül. Többféle fázisában jártunk az építkezésnek a területen. Most ugye a kamra alapozása folyik, és a falaknak a vasbeton szerelése, tehát a falakat tartó vasbeton szerkezet szerelése. Hát itt láthatjuk, hogy micsoda iszonyatos mennyiségű acélt raknak ebbe, tehát ilyen értelemben azt látjuk, hogy ez teljesen biztonságos. A fejlesztés több jelentős megtakarítást eredményez majd a megszokott biztonsági feltételek mellett. A bizottság elnöke megegyezte, hogy az ellenőrzések során látottakról írásos beszámolót készítenek minden alkalommal, amelyet minden Tejit település megkap.